Fel a 19, egyelőre a harmadik harmad 15. percében 4-1 arányban vesztésre áll az FTC Telekommal szemben. A mérkőzés első buliát pedig az Újpest hozta el, és csak a hivatalosság kedvére említsük meg, hogy lilában az Újpest, fehérben pedig a BL csapata. Gyönyörű lett volna a játék, hogy a Sideline-en le tudja kezelni. A fizikai párharcban most Sideline-en jött ki jobban. Szabó. Metsavainio. Egyel arrébb. Kapja vissza Metsavainio. És egy fantasztikus centerezés után az első harmad vége előtt 1-41-jel meg is tudják szerezni a mérkőzés első találatát az újpestiek. Egészen elképesztő volt, ahogy visszatették a korongot az újpestiek a kapu elé. Továbbá elkezdődött a Gyergyó Brassó összecsapás, ott az első harmad 11. percében járunk, ott pedig Kóger találatával vezetnek a brassóiak. Itt pedig eddig vezettek az újpestiek, hiszen viszonylag hamar, szinte azonnal a második játék részben, az első percben itt is van a válasz. Miki lehozza el Kovács Alexelől, azonban ott egy hatalmas helyzet, és így jut be végül a korong a hálóba. Kis Patrik véleményem szerint valahogy megszerette volna találni Kovács Alexet a kapu előtt. Hát ebből is sok mindent nem tudtunk meg, viszont egy dolog biztos, hogy újra vezet az Újpest. Császlő. Pattanóra Kis Dani érkezett menetrend szerint. A két újpesti zavarta egymást. Hát ha ez nem kettő perc, akkor nem tudom micsoda, de itt már nem lesz szükség bármiféle reklamációra, hiszen Just húzza be a harmadik újpesti találatot. Itt a kavarodás, és végül Just az, aki viszonylag könnyedén oldja meg Ponákkal. Lakonán, Szilfer, egyel arrébb, Metsavainio, Szilfer, most nem lő. Lakonán átteszi a túloldalra, micsoda passz volt, Metsavainio, Szilfer, hatalmas gól! Kihasználja az 5-3-at az Újpest. Addig-addig tették jobbra-balra a korongot a lilák, ameddig csak megtalálták Szilfert. Franyó előtt a korong fölött, és ezzel Molnárt ugratja ki. Nézzük, mit kezd Molnár az előtte kínálkozó lehetőséggel. És csak behúzzák a vendégek a mérkőzés utolsó találatát. Egy másodperccel a vége előtt. Én pedig nagyon szépen megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Ajdú Dániel búcsúzik önöktől, viszontlátásra, viszonthallásra.